Sziasztok, Ádám vagyok, a képen pedig az LG Optimus L5-2 dual készüléket láthatjátok, amely 4x True Color IPS kijelzővel rendelkezik. Nyilván egészen szép színekkel, ez valójában is így van. Illetve hát felbontásos, ha nézzük, azért nincs itt probléma, a pixeleket nem nagyon látunk. Ez éppen a fehér verzió, de elérhető lesz feketében is. Kijelző felett találunk fényérzékelőt, illetve hangszórót, még a kijelző alatt három darab androidos gombunk van, illetve egy negyedik, egy SIM váltó, ugye a két SIM kártya között tudunk váltani majd. A telefon jobb oldalára került a bekapcsoló gomb, a bal oldalára hangerőszabályzó, illetve a Quick Memo-t váltó funkció gomb, ugye ezzel gyorsan elérhetjük a programot. Alulra került micro USB természetesen, illetve egy mikrofon, és a tetején is kapunk egy mikrofon közvetlenül a jack csatlakozó mellett. Illetve hát látjuk azt, hogy egy szép chrome csík fut azért végig ezen a telefonon oldalt. Magán a hátlapján, amit látunk, az egy 5 megapixeles kamera, flash vakúval, illetve egy kis hangszóró. Maga a hátlap kis textúrázott, egészen jó fogású műanyag, nem nagyon fog kicsúszni a kezünkből, és bár nem annyira vastag igazából a készülék, de 1700 mAh-es akkumulátort kapott, ami valószínűleg az 1 GHz-es processzorral egészen jó üzemidőt hoz majd össze. Ha ránézünk ugye itt a programokra, megszokott LG alkalmazásokat kapunk a gyári androidosok mellett, így például lesz alkalmazástelepítőnk, LG App Clubunk, ugye már különböző alkalmazások, a Smart Worldünk, időjárás alkalmazásunk, tehát egészen sok pluszt kapunk, bár hogy ebből mennyi lesz használható is a gyakorlatban, az majd a későbbiekben kiderül. Ádám voltam, ez pedig itt az LG Optimus L5-2 dual készülék volt, kövessetek minket továbbra is, sziasztok!